Mesterképzésben sikeresen teljesített szakemberek vehették át a tudásukat igazoló dokumentumot a Kereskedelmi és Iparkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székházának konferencia termében. 13 foglalkozásban összesen 55-en léptek magasabb szintre a dolgozók, mesterek lettek szakmájukon belül. Ehhez legalább 5 év igazolt gyakorlatra, pénzügyi, gazdasági és pedagógiai tudásra volt szükség, amiről vizsgabizottság előtt adtak számot. Úgy gondolom, hogy napjainkban felértékelődött szakmunkás képzés, és az az ír, amit kitűzött a kormány, hogy duális képzés, és olyan szakembert képezzünk, akik a gyakorlati dolgokat is jól tudják, és tanulják meg kint a szakmát, ebben a mesterlevél fontos szerep. Az új mesterek részt vehetnek a következő generációk oktatásában. Törvény írja elő ugyanis, hogy 2016. szeptember 1-től csak azt taníthatja szakmáját, aki rendelkezik mestervizsgával. Sok szakembert ez is motiválta a minősítés megszerzése előtt. Villanyszerelő szakmában veszem át a mesterlevelet, hát ez a villanyszerelő szakma csúcsa, és tanulóképzéssel szeretnék foglalkozni majd a továbbiakban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara a mesterképzések megvalósításával is a megyében tevékenykedő gazdálkodó szervezetek jogkövető magatartását támogatja, valamint biztosítja azt, hogy folyamatosan emelkedjen a gyakorlati képzésekben résztvevők száma.